Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket mai művészeti bemutatónkon, itt a Földjáték tagozatunkon, és engedjék meg, hogy kifejezzem önöknek a hatalmas nagy örömet, hogy már 16. éve ilyen sokan összejövünk itt a Művelődési Házban a gyerekek művészeti bemutatóján. Ma is, mint mindig, tánc, zene és képzőművészeti tagozaton nézhetjük meg a gyerekeket, és ők nagyon nagy igyekezettel, örömmel készültek, és bízok abban, hogy önök is örömüket fogják találni ebben a bemutatóban. A művészet oktatása és a művészetnek a művelése a gyerekek részéről fejleszti, neveli őket, sokkal nyitottabbak, intelligensebbek, határozottabbak, barátiabbak lesznek azok a gyerekek, akik valamilyen művészeti ággal találkoznak. Ha örömet szereznek nekünk, akkor az öröm mindannyiunk számára, a lelkünknek békét, nyugalmat, kiteljesedést fog okozni, és ha arra gondolok, hogy a mai világban az egész földbolygó milyen sok feszültség, ellenségeskedés, probléma van, akkor itt ma, mi földákon, azt mondom, hogy földbolygón, Európában, Magyarországon, de mégis itt földákon, akkor mi most nagyon jó helyen és nagyon jó időben vagyunk. Hiszen amikor a gyerekeket nem arra neveljük, hogy rugdossák egymást, bántsák, mint ahogy ez sok helyen történik a társadalomban, hanem arra neveljük, hogy fogják meg egymás kezét, a fiúk a lányokét, és jó érzéssel táncoljanak, vagy a hangszert vesznek a kezükbe, és ami a lelkükben van, szívükben van a gyerekeknek, ide merik ma önöknek tenni az érzéseiket. Vagy a papírlapra, ami kint az előtérben a kiállítás van, amit éreznek, gondolnak, lerajzolták, tehát örömmel, békét, szeretetet akarnak a gyerekeink üzenni. Önöknek, egymásnak, saját maguknak. Én úgy gondolom, hogy a mai társadalomban ez az egyik legfontosabb szegmens. És az, hogy ma itt egyben vagyunk, és gyönyörű szép délutánunk lesz, mert a gyerekeinknél szebb dolog, hogy ők produkálnak is, szeretettel örömet akarnak nekünk szerezni, ennél jobb dolgot nem is tudunk elképzelni. Ez nagyon sok mindenkinek köszönhető. Egyet akarunk, a szépet, a jót üzenni, és ez köszönhető elsősorban önöknek, a közönségnek, a szülőknek, hogy beíratták a gyerekeket a zeneiskolába, elkísérik a foglalkozásokra, küldik őket, és most közönséget alkotva lelkesítik tagsaikkal a gyerekeket. Persze ez köszönhető és köszönhet a gyerekeknek, a szorgalmuknak, köszönhető a tanárkollégáknak, és nagyon-nagyon köszönhető Földák önkormányzatának, vezetőségének, mert 16 évvel ezelőtt már felismerték azt, hogy az általános iskolai oktatás mellett, a tudomány bevétele mellett legalább olyan fontos a gyerekeknek az érzelmi, lelki nevelése. Polgármester úr már akkor is nagyon támogatott bennünket, minden egyes rendezvényünkre eljön, és szeretettel részt vesz ezen, most is itt van, és mindig lelkesíti munkánkat, és mindig segít. Őnek is szeretném megköszönni Anikónak, az óvoda vezetőjének, mert ő is mindig mellettünk áll. Tóth Imre, aki most, hát 15 alkalommal itt volt, és ma nem tud itt lenni, mert Erdélyben egy kapcsolat van az ottani iskolával, és oda kellett kiutaznia, de minden egyes alkalommal itt van, és segít bennünket. Juditka, aki mindig a Művelődési Házat rendelkezésünkre bocsátja minden egyes alkalommal, és annak idején, mint alapítványi elnök, Varga Károly gyógyszerész úr mindig segített, támogatott bennünket, most már nem mint alapítványi elnök, hanem mint magánszemély, igen komoly támogatója az iskolának. Hát mindenkit, akit felsoroltam, szülők, faluvezetés, gyerekek, tanárok, gyakorlatilag mindenki ugyanazt is egyet akar. A szépen, a jót a művészeten keresztül üzenni, a gyermekeiken keresztül,
Én úgy gondolom, hogy a világban ilyen egyetértés lenne, és mindenki így egyet akarna, mint mi most itt, akkor sokkal szebb is mondjuk a jövő várna ránk. Hát én azt kívánom önöknek, hogy a mai délutánon ezt próbáljuk átélni, a gondjainkat elfelejteni, kicsit föllazulni, és tényleg igazán boldogok lenni azokban a produkciókban, amiket a gyerekek számunkra hosszú heteken keresztül elkészítettek, és hát ma előszeretnék adni. Én nagyon jó szórakozást kívánok, és tisztelettel köszöntöm ismét polgármester urat, és felkérem, hogy néhány gondolatot osszon meg ő is velünk. Tisztelt jelenlévők, nagyon nehéz így a karnagy igazgató úr után okosat meg szépet mondani, de attól függetlenül már 16 éve fogadom, hogy megkérem, hogy ékeztesse meg a beszédet, de sose sikerült eddig összehozni. Örömmel köszöntöm önöket a Magán Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény és Zeneművészeti Szakközépiskola Földláki Tagozatának művészeti bemutatóján. 16 évvel ezelőtt így tavasszal keresett meg Csipata József karnagy igazgató úr a Magán Zeneiskola tevékenységének bővítésének, az iskola kihelyezett tagozatként történő működésének, az önkormányzat és érintett intézményével történő együttműködés lehetőségét felajánlani. Szeptemberben kezdte tevékenységét a Makói Magán Zeneiskola Földárban. Az volt a célja a képviselőtestületnek, hogy az önkormányzat helyre tudja biztosítani a néptánc és hangszeres zene oktatást, hogy legyen településünknek saját zenekara, néptánc csoportja, és biztosítani tudja a képzőművészetek terén is az itt élő tehetségek felfedezését, fejlődését. A tanulók évente megrendezésre kerülő művészeti bemutató mutatják be, hogy hogyan lehet eljutni az óvodáskori körjátékoktól a művészeti szinten és szakmaszerűen művelhető néptáncig, a szófés tanulástól és a fúrja megszólalásától az előadó művészetig, mind egyéni, mind zenekari szinten, illetve a vonalemberkéktől a házikó rajztól a művészetekig, hogy lehet eljutni. Természetesen külön-külön is találkozunk velük különböző ünnepségeken, műsorokon, munkáikkal, kiállításokon, pályázatokon. De így együtt, évente ez az egy alkalommal, amikor együtt láthatjuk őket. Éltek és élnek a lehetőségekkel. Ez köszönhető a szülőknek, a dajkákon, pedagógusokon keresztül, egész a ruhátforról, és a nagyapa padláson megtalált csizmáját dekoroló és felajánló segítőkig. Jelenleg 120 táncos, 30 zenész, és 20 művészeti képzős vesz részt az oktatásban, akikkel 10 felkészítő tanár foglalkozik. A Nápolyi Lajos Általános Iskola pedagógiai programjában is szerepel a néptánc oktatása. És kérem a szülőket, a gyerekeket, hogy saját maguk megismerése a hasznos szabadidők eltöltése érdekében használják ki az adott lehetőségeket, tehetségük elismerésére és annak kibontakoztatására. Ezen gondolatok jegyében a mai művészeti bemutatót megnyitom. Köszönöm szépen!